Kint is hagyom meg. Azért az... Várjál, de várj, várj, várj. Jobbra mentem mellette. Na. Várj, akkor még egyet. Ezt nem hiszem el. Ez egy magyar honvédség által használt füstgránát. 1991 óta nálam van, állt a polcon. Soha nem használtam el. Igazán nem is láttam 91 óta, hogy kell elhasználni. Egy biztos, hogy ha beindul, akkor egyrészt nagyon büdös lesz, másrészt oltári mennyiségű füstöt fog eregetni. És most a Dávidnak átadom, aki ünnepélyes keretek között kirántja a biztosítószeget és megpróbálja elfüstöltetni. Akkor gyere, Dávid! Szemedre vigyázz azért! Hova rakjál? Ott jó, ott elég, itt jó, szerintem itt elég. Semmi? Nem ágyat. Semmi? Nem. Az igen, az egy dolog, de itt oldalt ennek van egy ilyen szikrázó, egy ilyen szikrázó része ott alul. Az egy gyufá. Az gyújtja meg. Ez a kis gyutacs. A francban vagy. A pékizé. Pedig ez így volt. Ezt meg kellett rántani, és akkor... Ez pedig így volt biztos. Milyen szép színe van. Lila. Marha jobb színe van. Úristen, mintha visszamentem volna 91-be. Mennyi ilyenünk volt? Egész raktárra való. Havas, milyen szaga van? Mint az odaégett palacsintán. Mondom, hogy büdös. Ugye? Milyen egészséges lehet a füstje. Na most gondolj bele, de nem fújna a szél, most milyen izé lenne itt. Miki! Diszkóba érzem magam. Ez nem, mint a rossz Maggi. Van még ott, amely kérdés ráálltad? Könyvgáz ráálltad. Nem találtam tőle, csak ezt az egyet. Ezt kell tudom berakni a fel a izékhez. Megóvattad. Igen, most meleg, most nem szabad megfogni.